Az elmúlt esztendőt nagyszerűen zárták, meccseik 70%-át megnyerték a DVTK Vita Gym Muay Thai versenyzői. De az idei év is jól kezdődött, ám a járványhelyzet sajnos nem kedvezett a klubnak. A Muay Thai szakosztályt edzésükön kerestük fel megtudni, hogyan készülnek ebben a nehéz időszakban, és hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve. Szép számban gyűlnek össze a DVTK Muay Thai-osai minden edzésen, amióta újra megindulhatott a munkaklubban. A járványhelyzet természetesen nekik is megnehezítette dolgokat az elmúlt időszakban. Az év elején még megrendeztek két versenyt, ám utána szinte teljesen megállt az élet a klub házatáján is. Az év ugyebár elég bizonytalanra sikerült a járványügyi helyzet miatt. A tavalyi évünket szenzációsan zártuk, hiszen a meccsünknek több mint 70%-át megnyertük. Úgyhogy ebben a sportában ez ragyogó eredmények számít, hiszen rengeteg nemzetközi mérkőzést is vívtunk. Hasonlóan kezdtük egyébként az idei évünket is. Az év elején kettő versenyen voltunk, nagyon ragyogóan szerepeltünk. A Fábián Kristóf egy Szlovák Open Vakó Kágy versenyt nyert meg, ami mondjuk Európa Kupának felel meg, és azután jött ugyebár a járványügy. Ott voltak azért nyilván nehézségeink, elsősorban anyagilag, tehát a teremfenntartás kisebb-nagyobb gondokat okozott, de sokan a segítségükre siettek, és a DVTK is maximálisan mellettünk volt, hogy ezt az időt átvészeljük, áthidaljuk. A járvány a sportolókat is rosszul érintette, kiestek a versenyritmusból, és egyénileg tudták csak fenntartani formájukat. Nyilván rosszul érintett minket, ugye egy az, hogy februárban meccseztem utoljára, tehát azért már ez egy hosszabb kihagyás, így évente profi meccsből is egy ilyen 5-6 profi meccsen minimum szokott lenni. Eleinte belekezdtem az otthoni edzésbe, futni jártam. Nyilván egy picit nehezebb így fenntartani a motivációt. Hát szerencsére visszatérhettünk az edzőterembe, folytatjuk a munkát. Jelen pillanatban készítjük a fiatalokat a magyar bajnokságra, úgyhogy ezzel telnek most az edzések. Hát igazából májba jártunk néha futni, ott edzettünk kint, de hát így van, nem jártunk most edzésre, egy kb. Fél évig, és hát otthon nyomtam pár fekvőket, naponta meg edzettem, és már futottam, és ezek voltak. Az egyik legnépszerűbb gym az országban a miskolci. Hogy mi lehet a titok és minek köszönhető mindez, erről kérdeztük Jászka Krisztiánt. Nem tudom, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én ezt korábban mindig csak úgy fogalmaztam meg magamban, hogy rendesen csinálnunk kell őszintén szívből a munkánkat, és annak mindig van eredménye. Illetve tartani kell a korral a lépést, ez nagyon fontos szerintem marketing szempontból is, hogy közelítjük meg ezt a sportágat. Ugyanúgy mi is használjuk a közösségi portálokat a különböző reklámozásra. És ami szerintem nagyon fontos és hitelessé tesz minket, az, hogy szerintem nagyon versenyzéscentrikus a klubunk. Tehát aki idejön, az tud versenyezni, tud kivel készülni, megvannak a feltételek ahhoz, hogy igazi versenyzővé váljon. Mi ezt adunk, ugyebár egy hátteret segítünk mindenbe. Nyilván vannak olyanok is, akik csak hobbi szinten művelik, és hobbi szinten is akarják művelni, de mi elsősorban azért a versenyeztetésre összpontosítunk, és arra koncentrálunk, és mindenkibe csúnyán fogalmaz súlykoljuk azt, hogy igenis a versenyzés az jó, és a kihívások kellenek, és próbáljátok ki magatokat, és ez abszolút működik egyelőre az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Az edző-versenyző Fábián Kristófnak az év elején még volt szerencséje megmérettetnie magát versenyen, ahol, ha már elindult, meg is nyerte azt. Először voltunk a Vakó Szlovák Open nevezetű versenyén. Ez egy Európa Kupának tekinthető. Három mérkőzésen volt. Az első mérkőzésen egy szlovákkal, a másodikon egy lengyellel, a döntőben pedig egy szerb versenyzővel találkoztam. Mind a három meccset nyertem, és így nyertem meg a Szlovák Open tornát. De nem csak a versenyzés a szenvedélyem, évek óta már ő maga is tart edzéseket. Ugye Krisztiánnal ketten alapítottuk a Vita Gymet, később csatlakozott hozzánk Norbi, és akkor bekerültünk a DVTK-hoz, mint szakosztály. Nagyon szeretem egyébként az edzősködést is, jó emberekkel foglalkozni, gyermekektől kezdve egészen az idősebb korosztályig járnak hozzánk edzeni, és ugye hobbistákkal és versenyzőkkel is foglalkozunk.
A klub kiemelkedő versenyzőjének, Spét Norbertnek tavaly nem akármilyen élmény adatott meg. Tájföldön, a Muay Thai hazájában töltetett el huzamosabb időt, hogy még jobban megismerhesse a sportág savaborsát. Először is a lehetőséget, a nagy részben az anyagi támogatást a Magyar Muay Thai Szakszövetség által kaptam, szóval neki köszönhetem ezt a lehetőséget. Igazából tavaly jutottam ki először az amatőr világbajnokság által Tájföldre, ahol végül is kinyílt egy kicsit a szemem, hogy azért csak ennek a sportnak a szülőhazája, ezért is terveztem oda kimenni, hogy a legjobbakkal tudjak edzeni. Igazából sok gymet meglátogattam, de a végén egy FA Group nevezetű gymben találtam meg a helyem, ahol nagyon kemény és nagyon jó kvalitású edzésünk volt. A klub egyik kiemelkedő fiatal sportolója már több versenyt is megnyert, korosztályában az egyik legjobbnak számít. Őt kérdeztük, hogyan kezdődött a sportág iránti szeretet. Igazából az elején teljesen, nem is tudom milyen, kezdőként kezdtem. Utána az első évnél egyre jobb lettem, és akkor kezdődtek el a versenyek, és már az első versenynél nyertem is. És most járok kb. A 15-nél, és ezek közül csak egy vesztes meccsem lett, a többi az mind nyertes lett. A klubháza táján a felnőtt versenyzőknél generációváltás zajlik, erről is mesélt a klub edzője. Csinálunk egy ilyen generációváltás most a felnőtt versenyzői csapatunkban, ugyebár a felnőtt magyar bajnokságon a Spét, Norbert, Fábián, Kristóf és Szakolcai Martin hármas most biztos, hogy nem fog indulni, illetve mi Norbi indulása még kérdéses, még ezt azért átbeszéljük. És helyettük beemelünk egy frissebb generációt, és ők fogják képviselni a DVTK-t majd a magyar bajnokságon. Nagyjából ugyanezek a súlycsoportokban fognak ők versenyezni, amik nem azt mondom öregek, mert még mindig nagyon jókorban vannak ebben a sportágban, de az ő helyüket fogják átvenni a magyar bajnokságokon. Épp hogy betöltötték a 18-at a Bordás Alex, Balogh László és 21 éves Heffler Márton, akik úgymond fel fognak versenyezni majd most a felnőtt magyar bajnokságban. A generációváltás tehát folyamatban van, az utánpótlásuk is nagyon erős. Reméljük, a DVTK Vita Gym versenyzőinek is hamarosan minden a régi mederben folyik tovább, és megmérettethetik magukat mind hazai, mind nemzetközi szinten.